Már harmadik éve, hogy Sárospatakon báloznak a hercegkútiak. Egész egyszerűen már nem férnek el saját intézményeikben akkora az érdeklődés a farsangi bájuk iránt. Helyiek és elszármazottak sokasága van jelen, kiegészülve a különböző településekről, megyékből és külföldről érkezett partnerekkel. 2011-től van kapcsolatban a felvidéki Kisgéres településsel a Smáb község. Egymásra nagyon hasonlító történelmi múlttal és közös munkájukkal erősödött kapcsolatuk. Én egy nagyon barátságos, nagyon tisztességtudó, nagyon rendes embereket ismertem meg bennünk, akikre számíthatunk, és tényleg jó partnerei tudunk lenni egymásnak. Számvetés a közösség előtt, ezt is mondhatnánk a bárról, hiszen Hercegkút polgármestere rendre beszámolt eredményeikről is a megjelenteknek. Több kisebb-nagyobb közösségi program mellett komoly fejlesztéseken is túl vannak. Sétányokat építettünk a faluban. Ez azért volt fontos és rendkívül összetett feladat, mert érintette a falu szinte teljes egészét, több mint 100 családot, hiszen két hónapon keresztül épült ez a sétány a faluban. Ez nagyon fontos feladat volt 2015-ös évben, régi vágyunk, megépült az az emlékhely, amelyik a málenki robotra elhúrt szoltaknak állít egy emléket, egy kétalakos bronzszobrot tudtunk állítani, adózza ezáltal is az erődeinek. Szintén egy báli alkalommal jelentette be a polgármester, hogy visszavásárolhatták a régi szövetkezeti pincét, most annak közművesítési eredményeiről adott tájékoztatót. A sikereken túl viszont a Smáb hagyományok továbbvitelében is élen járnak, a helyi alapokra építkezve sok hercegkúti egyetemi szinten is kötődik az őseihez. A Smáb kultúrát tanulja már, vagy germanisztikát, vagy pedig nemzetiségi óvónőnek készül, vagy pedagógusnak, és ez nagyon-nagyon fontos. A közösségi és fotó megosztó oldalakon élő fiatalok számára a büszkeség a Smáb kultúra részének lenni. Lucia örömmel mesélte, hogy kortársaikkal átérzik felelősségüket. Bárhol megemlítem, hogy ez így van, mindenki nagyon példaértékűnek tartja, hogy mi ezt így tényleg próbáljuk úgy csinálni, hogy szívünket, lelkünket beleadjuk, és hogy tényleg mindig segítünk, és ugyanúgy próbáljuk ezt így továbbvinni, ugyanúgy például Rakamazon, vagy ilyesmi, ahol még a Schwab kultúra él, ugyanúgy megyünk oda is mindig fellépni, meg ahova hívnak, tehát tényleg ez szerintem mindannyiunknak, de nekem is nagyon fontos, hogy ezt így őrizzük tovább. És mondjuk, hogy egyszer gyerekeinknek mi is átadjuk ezeket a dolgokat, az tényleg nagyon fontos. Utánpótlásban tehát nincs hiány, ahogy jó kedvem sem volt az a bálon. A helyi tánc és énekcsoportok műsorait követően hajnalig szólt a Sramli zene az AVG aulájában.